Hello mindenkinek, Rezsák vagyok, és most egy ilyen kis rövid végigjátszással jövök a Cat Mario-ról. Igen, jó adottátok, Mario. Ugyebár ez a Super Mario-nak az egyik változata. És hát itt csak is arra mennek kizárólag, hogy szivassák az adott embert. Hát igazából tényleg baromi nehéz. Minden eltér a Simpla Mario-t, ami egyebár kiskoromban én is rengeteget játszottam vele. Kedvenc játék volt. Régi szép idők. Na, de mindesetre kezdjük is. Ugyebár két életerővel kezdünk. Szokásosan itt jönnek a kis ellenfelek. Jó kis zene szól a háttérbe. Ugyebár ez a kis cicánk van, és ezzel kell végigvinni a pályákat. Akkor üssük észre. Hopp. Hát igen. Első dolog, ami eltér a Máriát, hogy ezt nem lehet szétütni. Azonban rá lehet ugrani. Felhő semmit nem csinál velünk. Akkor ezt, hogyha szétütjük. Jó van. És hogyha ezt. Akkor is kapunk egyet. És mi akkor, hogyha felsőt? Hopp, még egy ellenség. Igen. Igen, eléggé vicces egy játék. Akkor most menjünk is tovább. Első halál. Ez annyira vicces egyébként. Annyi rohadt ellenség van, és... Jaj, amúgy ezt a csávot nem lehet megölni. Minden trambulin olyan a feje. Na, ugyebár jól tudjátok, hogy minden Super Mario játékba ebbe a csőbe le lehet menni. Hát akkor menjünk le. És meghalunk. Ezt nem hiszem el. De hogyan jut ilyen eszébe a játéktervezőnek? Ez annyira vicces. Yeah. Akkor is most szépen tovább megyünk. Inkább már semmit sem mondok. Ez egyszerűen annyira nagy szivatás. De én ezt szeretem végül is valahol. Nagyon sok ember megőrül, amíg játszik ezzel, mert nem bírja azt, hogyha mindig meghal. Én türelmes ember vagyok így alapjában. Bár mondjuk néha azért némelyik játék kiveri a biztosítékot nálam is. Jaj. De igazából szeretek ezzel játszani, mert... Wow! Azt ezt láttátok? Jó, király, most már első platformok is vannak. Haladunk. Akkor most már valahogy tényleg meg kéne ezt csinálni. Na, akkor... Úristen, ezt hogy csináltam? Hűj! Ez az... Átértem? Hű! Akkor... Yeah, egy zászló. Ami azt jelenti, hogy most már ez lesz az, hogy checkpointunk. Amúgy ezzel itt lehet valamit csinálni ezzel a felhővel? Nem, semmit. Na, de akkor menjünk tovább. Ha! De rohadt platform! Fú. Na, akkor itt menjünk tovább. Itt nem kell leesni, valószínűleg. És... Na, nem. Nem. Ezt nem hiszem el! Most komolyan, ekkora nagy szivatást. Jaj, úristen. Na szóval egyébként annyi a nagy titok, hogy itt van egy blokk. Ezt itt szépen szét kell ütni. Yeah. Itt nem lehet lemenni. Akkor jó van. És akkor menjünk tovább. Ez a felhő, ez megöl minket viszont. Ha jó sok ilyen felhő lesz. Yeah. Jaj, de! Pont az egyetlen egy olyan csapda, ami nyilvánvaló, abban se kám bele. Ez mekkora... Erről megfeledkeztem. Mínusz 7 élet. Nem tudom, hogy mikor van vége itt ténylegesen a játéknak. Gőzöm sincs. Hú, most nagyon sikerült beesnem. Na, akkor itt menjünk tovább, és... Igen. Ez annyira... Ezt nem hiszem el. Ja, amúgy bocsi, hogy hétvégén nem volt videó, csak hát... egy kis szabadságot kiveltek én is. Hüa! Hüa! Az a rohadt... Ezt nem hiszem el. Valahogy csak meg lehet csinálni. Wow. Yeah! Nem ez volt az? Akkor ez. Ez az! Végre elsőre sikerült. Úgyhogy hát, hogy harmadszorra. Itt van egy ilyen kis lézer hülyeség. Ezzel vigyázzatok. Nagyon könnyen
itt. Szóval akkor menjünk tovább. Tehát egyértelműen húzz innen. De amúgy eléggé nehéz megcsinálni azt, hogy valamennyire full screenben lehessen látni, mert egyszerűen... ez a játék, ezt nem lehet full screenbe berakni. Figyeljetek, nézzétek meg a videót. Már bedobja a videót, és utána ugyebár közben megöl minket az a kis szenya, aki ott jön az égből. És egyszerűen ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha előtte átugorjuk a célt, ami nem éppen kis feladat. Ajj! Az a rohadt gomba eső. Valakit megölök. Te miért nem ugrasz? Na akkor se meg kéne csinálnom ezt a pályát, mert szerintem tök unalmas lehet nézni, hogy én itt haldoklak egyfolytában. Aha, átugrunk. Erre nem ugrunk rá. Jaj! De miért ilyen rohadt gyorsan esik le? Ezt nem lehet kitérni alól, mert... Ugyebár... Nagyon lassan kezdek hajnod, tehát így... Ne! Szóval... Az a nagy baj, hogy... Ugyebár, hogyha elindulunk valamelyik hely felé, először valami lassan megy a karakterünk. Jaj! És utána... Elkezd begyorsulni. És ezért nagy akadály kikerülni az ilyen leeső cuccokat, mert egyszerűen annyira... Hát későn reagál a karakter. Ha-ha-ha! Most megvagytok, köcsögök. Na, akkor ide szépen fel... Jaj, nem! Nem! Vissza akarok menni! Yeah! úristen, most meg kell válnom megint az életemtől. Megint, hogy nem csak két életünk van, mekkora akadály lenne átvinni egy ilyen pályát. Mondjuk, ha begyakorolja az ember, akkor már könnyű. Mondjuk én marhára nem gyakoroltam be, tehát én életemben most játszok kb. Másodszor ezzel a játékkal. Ha-ha-ha-ha! Yeah! És akkor most a lézer. Mondom a lézer. Ma ezeként kiüt minket, hogyha úgy ugrunk rá. És megvan! Megvan! Egyébként arra vigyázzatok, hogy ne menjetek erre túl, mert akkor, hogyha kimegy a képernyőből ez a csodálatos kis cél bigyusz, akkor nem tudjátok befejezni a pályát. Erre vigyázzatok a végső ugrásnál. Yeah! Király! Nos, akkor a következő részben csináljuk a második pályát. Addig is, ha esetleg kérdésetek lenne, vagy egyéb tippetek, hogy játszom ezt a játékot. Mondjuk ezzel kapcsolatban sok kérdésetek nem lehet, mert ez egyszerűen annyira egyszerű játék. Na, szóval akkor... Vagy ha esetleg ugyebár hozzá beszélgetésre vágytok, akkor vehetek fel Skype-ra, bár mondjuk mostanában nem nagyon leszek. Na mindegy, akkor a következő részig is. Sziasztok!